for some reason, all white countries and only white countries have this forced mass immigration from the third world. There has been no vote about this at all. A good many people who have moved and still in touch with them. And they're white. There can be no ethnic with your state in Europe. We have a whole program of diversity which was aimed entirely at chasing down white people. So we have white flight assimilation, that diversity means that all whites must be chased down. All whites must be chased down, which is what the word diversity means. Határzás mögött szerb oldal a másfél napja feltorlódott illegális bevándorló kemény magja délelőtt ultimátumot adott a magyar rendőröknek, hogy ledöntik a kerítés, ha nem nyitják meg a kapukat. P3 körül indult meg az első roham a kerítés ellen. Tizek betondarabok záporoztak forgos felől a röszkei oldalon felsorakozó rendőrökre, akik választó köngázt és vízágyút vetettek. Az ellenzéki képviselők elzárták az utat az elnöki emelvény előtt, a pulpitust így nem tudta elfoglalni az üléslevezető elnök. A munkaidőbeosztás önkéntes megváltoztatásáról szóló törvényjavaslat megszavazását akarták így megakadályozni. Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés ülésszakának 29. ülésnapját megnyitom. Csak nem egy órás késéssel végül Kövér László házelnök saját képviselői helyéről nyitotta meg a parlament ülését, majd fegyelmi szankciókat helyezett kilátásba. Ezt a tiltakozó ellenzékiek hangos sípolással és fütyüléssel fogadták. Voltak, akik közben cédulákat szórtak az ülésterembe. Kérem, foglalják el helyüket! Ezután Laborcai János alelnök szintén a saját helyéről vette át az ülés vezetését. Majd elkezdődtek a napirendnek megfelelő szavazások. A határozathozatalok közben az ellenzéki képviselők felsorakoztak a padsorok előtt, és közben folytatták a sípolást. Az elsősorban pedig a kormánypárti politikusok, köztük Orbán Viktor miniszterelnök álltak sorfalat, így védve Laborcai Jánost.
A munkaidőbeosztás önkéntes megváltoztatását tartalmazó törvényjavaslatról szóló döntés előtt előbb az ellenzéki, majd a kormánypárti képviselők is a himnuszt énekelték. A javaslatot elfogadta a parlament. Ez volt az egyedüli szavazás, amelyben részt vett az ellenzék is. Köszönöm szépen az ellenzéknek, hogy az előző napi rendi pont hitelességében saját szavazataikkal is szolgáltak, azt biztosították. A döntés után az ellenzék kivonult a teremből, a szocialista Tóth Bertalan azt mondta, hogy egy botrányos és törvényellenes ülés zajlott a parlamentben. Tárca nélkül működtek a szavazógépek, nem lehetett név szerint azonosítani a jelenlévő képviselőket. Gyöngyösi Márton a Jobbik frakcióvezetője szerint példanélküli volt a szerdai szavazás. Ez a mai szavazás, ez a mai ülésnap, ez teljesen alkotmányellenes és házszabály ellenes volt. A párbeszéd társelnöke arról beszélt, hogy a képviselői kártya nélküli szavazás illegitim volt. Azért nyomtunk egységesen egy nem gombot, hogy megmutassuk azt, hogy gyakorlatilag a szabályokat felrúgva szavazott. Nem mondani igaz, mi azt mondom? Engedjenek föl minket a képviselőtársunkhoz! Mit képzelnek? Tegyél a kezét mivelülletzéterről! De az emberek! Mit csinálnak maguk is? Maga kicsoda, mondja csak a nevét! Maga, mondja csak a nevét! Jöjjön ide, ne menjen el! Adja az arcát ahhoz, amit csinál! Ön? Adja! Megmondom, az, aki a maga a munkáltatója! Én adom a fizetését magának, tudja? Ne fogja ölni, mit csinál maga? Hát állítsa már be magát! Lányok, fiúk, segítsetek! Mi van itt? Úristen! 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 Árkos! Árkos! Így vagyunk együtt, képviselők sírnak. Péter Fidesz érve képviselők sírnak, ezt hoztátok össze! Sziaszt! Én tartom nevet! Bántottak bennük! Bántottak bennük! Pedig én csak azért jöttem, hogy Varjó Lacinak segítsen, aki a földön fekszik, de megrángattak, megütöttek. Azért azt kell mondjam, hogy 6 férfi se bírt el velem, hogy nem tudom mennyien voltak, mert kicsit megrángattak. Aja, miért nem a tökéletes? Képviselőtársaim azt mutatják, hogy gyakorlatilag bármire hajlandóak ahhoz, hogy Varjú Lászlóért, a köztársaságért, Magyarországért kiálljanak. Oh,